összes mérkőzés után több idő megyek el egy kicsit a lelkek ápolására, vagy ugyanúgy felszugrottatok a munkába? Hát én úgy gondolom, hogy a Puskás meccs utáni napokat azt már próbáltuk azzal eltölteni, hogy kielemeztük a mérkőzésen történt hibákat, ami miatt elveszítettük ezt a mérkőzést. Mert én úgy gondolom, hogy azért több volt ebben a meccsben a részünkről, hogy három ekkora hibát, mint amit elkövettünk, nem lehet összehozni egy mérkőzésen. Mi ezt megtettük. Ennek az eredménye volt az, hogy nem tudtunk pontot szerezni. Hét elejétől kettől már viszont az Újpestre koncentráltunk, az Újpestnek a játékát néztük, bízunk benne, hogy megtaláljuk azokat a hibapontokat, amivel eredményesek tudunk lenni, és bízunk abban, hogy ilyen hibákat nem fogunk elkövetni még egyszer, mint amit az elmúlt mérkőzésen. Olyan értelemben szinte egy cipőben jár a két csapat, hogy a Újpest és mi is botlottunk egyet a Budafok ellen az Újpestnek, és nekünk is van egy-egy bravúrosnak mondható idegenbeli győzelmünk, és mind a két csapat kikapott a Puskástól. Ezek szerint közel egy egyenlő erők küzdelme várható? Majd a mérkőzés fogja megmutatni, hogy melyik csapat milyen erőt képvisel. Én bízom abban, hogy a mi játékosaink ezre a mérkőzésre maximálisan fel fognak készülni, mint hogy mi is megpróbáljuk őket felkészíteni maximálisan. Én bízom benne, hogy sikerülni fog, és hogyha azokat a dolgokat, amiket kérünk, és próbálunk súlykolni hétről hétre, meg tudjuk valósítani, akkor én úgy gondolom, hogy az Újpestnél is lehet pontokat szerezni. Elcsíptem itt az öltöző folyosón a Puskás meccs után egy olyan pillanatot, amikor Hornyák Zsolt őszintén gratulált a csapatjátékához, hogy elismerését fejezte ki. Lehet ebből erőt meríteni? Egyáltalán tolmácsolja ezt a vezetőedző játékosok felé? Hát igen, a Zsolt azt mondta a mérkőzés után, hogy szervezetten jól futballoztunk, de könnyű egy ilyen mérkőzés után ezt mondani, amikor nyert a csapata. Mi igazán kielemeztük a mi mérkőzésünket, tudjuk azokat a hibákat, amiket ki kell javítani, és ezen dolgoztunk egész héten, hogy ez rendben legyen a hétvégére. És hogyha olyan összeszedettek leszünk, olyan agresszívak leszünk, mint amilyen a Honvéd mérkőzésen voltunk az első fél időben, akkor én úgy gondolom, hogy lehet pontokra számítani ezen a mérkőzésen.